Szép napos reggelen gyülekezünk, hogy a Zseppelin utazási irodával tegyünk egy kellemes kirándulást vendégségben az Eszterháziaknál. Az Eszterházi család megítélése magyar szemmel a mai napig is vitatott. Nemzeti érzelmű honfitársaink elítélik őket a Habsburgokhoz való hűségük miatt. Mások meg dicsérik, hisz olyan magasra törtek, és olyan nagy elismerésre és gazdagságra tettek szert, ami semmelyik másik magyar főúri dinasztiánál nem fordult elő. Ezen az úton lehetőségünk nyílik arra, hogy jobban megismerjük őket, tetteiket, életútjukat, és később talán már egész más szemmel fogunk nézni rájuk. Utunk első állomása Pannonhalma. Az útról egyre jobban kibontakozik a több mint 1000 éves bencés főapátság, ami egy közel 300 méter magas dombon épült. Géza fejedelem 996-ban Itáliából és Csehországból bencés szerzeteseket telepített Pannonia Szent hegyére, később a kolostor védőszentjéről, Szent Mártonról, Szent Márton hegynek nevezték. Az itt élő szerzetesek a mai napig is Szent Benedek tanait követik. Szent István királyunktól kapott feladatuk a keresztény hit terjesztése és az európai kultúra meghonosítása volt. A Pannonhalma elnevezés 1823-ból a híres nyelvújító Kazinczy Ferenctől származik. Az egykori monostor sok viszontagságnak volt kitéve. A tatárjárást még sikerült átvészelnie, de a törökök támadásának már nem tudott ellenállni. A török dúlás utáni újjászületés a 17. század első felében történt. Később II. József 1786-ban feloszlatta a rendet, és csak 1802-ben első Ferenc császár állítatta vissza, és oktatási feladattal bízta meg. Az új kihívásnak meg is kellett felelni. Ekkor történt egy újbóli átépítés, ami Pak János nevéhez fűződik. Az általa megépített klasszicista stílusú torony a mai napig is meghatározza a kolostor külső képét. Az épületbe az 1996-os felújításkor készült pávával díszített modern kapon lépünk be. A páva az örök élet szimbóluma. Az apátság 1997 óta a világörökség része. Bent a Madonna kép nem festmény, hanem mozaikból készült. A ma látható Szent Márton bazilika nagy része még a 13. század elején koragót stílusban épült. A bazilika háromhajós, 50 méter hosszú, 4 jól elkülöníthető részre osztható, és 3 építőműhely kezenyomát viseli. A magyar mesterek munkája mellett felsőrajnai és észak-francia hatás is kimutatható. A templomot Mátyás királyunk uralkodása alatt kibővítették, és ekkor készült a szentély csillagboltozatos mennyezete és a Szent Benedek kápolna. A török időkben a belső berendezés teljesen elpusztult. Az 1860-as években Stornó Ferenc soproni építész irányításával történtek jelentős felújítások. Napjainkban pedig a megújult templom belső tere John Pawson angol építész kezenyomát viseli. A bazilika főhajójából a 17.-18. századból származó vörös márvány neoromán kapun lépünk be az altemplomba. Az altemplom temetkezési helyként is szolgál. Itt nyugszik Rudolf trónörökös felesége, Stefánia főhercegnő, és későbbi férje Lónyai Elemér gróf. Valamint itt őrzik a 2011-ben elhunyt Habsburg Ottó szívurnáját is.
A templomból kilépve a kerengőbe érkezünk. A kerengő a monostor életének egyik központja. A középkorban innen nyíltak a fontos termek, itt gyülekeztek a szerzetesek a liturgiára, szentmisére. Itt tartották a körmeneteket. Mátyás a korábbi román stílusú kerengő köveit felhasználva 1486-ban, ahogy ez az egyik gyámkövön is olvasható, gótikus stílusra építette át. A román Szent István kápolnában Vajk megkeresztelését láthatjuk a Rót Miksa készítette csodálatos üvegablakon. Innen a Porta Speciosához, vagy más néven Ékes kapuhoz érkezünk. Ez volt a monostori templom főbejárata. Itt gyülekeztek a szerzetesek, mielőtt beléptek a bazilikába. A kerengő falában feltárás közben megtalálták a 13. századi templom falmaradványát és egy régi Krisztus freskót. A könyvtár az alapítástól kezdve a monostor fontos része. Okiratok szerint a 11. század végén már 80 kódexet tartottak számon. 1786-ban, a feloszlatáskor pedig már 4000 kötettel rendelkezett a gyűjtemény. Már a kódexeken kívül közel 300 ősnyomtatványt és 400 ezer könyvet számlál. A könyvtár mai klasszicista alapkövét 1825-ben tették le. 1832-ben Pak János tervei szerint épült meg az ovális tér, valamint az oldaltermek. A főapátság levéltárában fontos dokumentumokat is őriznek. Itt találhatók a magyar államiság kezdeteiből származó oklevelek, kiváltságlevelek, és többek között itt őrzik a magyar nyelv első írásos nyelvemlékét, és a Tihanyi apátság 1055-ből származó alapító levelét is. Az ablak két oldalán két szobor látható, balra az alapító Szent István, és jobbra a rendet visszaállító első Ferenc császár. A mennyezeti freskó fő alakja Pallas Athéné, a tudományok antik istennője. A falfestményeket a bécsi József Kliber készítette. Utunk következő állomása Fertőd. A község eredeti neve Eszterháza volt. A települést több nemesi család is birtokolta. Először a kanizsai, majd a nádasdi családé, és 1681-től az eszterháziaké lett. Eszterházi Pál adósságai miatt kénytelen elzálogosítani, csak Eszterházi Pál Antal szerzi vissza 1719-ben. A mai kastély elődjét, egy 22 szobás vadászkastélyt 1720-ban Eszterházi József építeti fel,
amit fia Eszterházy Fényes Miklós bővít tovább. A mai kastély 1762 és 1766 között épült, osztrák mesterek közreműködésével. Az Eszterházy család ősi fészke Csalló közben, Galántán, a mai Szlovákia területén volt. Eredetüket a Salamon nemzetségből származtatják, melynek javait 1238-ban felosztotta egymás között a két testvér, Péter, aki az Eszterházy családot, míg Illés az Illésházy családot alapította meg. Az Eszterházy dinasztia igazi felemelkedése a 17. században kezdődött. Eszterházy Miklós gróf előnyös házasságaival alapozta meg a család vagyonát. Első felesége Delsfi Orsolya gazdag özvegy volt, kinek halála után Eszterházy Miklós újra megházasodott. Második felesége Nyári Krisztina, szintén özvegyasszony, hatalmas vagyont hozott a házasságba. A felemelkedéshez azonban nem lett volna elég az előnyös házasság. Ehhez kivételes tehetségére és rendíthetetlen Habsburg hűségére is szükség volt. 1625-ben nádorrá választják. A család rangját és hatalmát fia Pál is gyarapította, aki életének jelentős részét a török elleni csatározásban tölti, és érdemei elismeréseként megkapta a hercegi rangot. De a család legismertebb alakja Eszterházy Fényes Miklós herceg, a kastély építője, aki Eszterházán létrehozta a magyar Versailles-t. 1790-ben bekövetkezett halálával Eszterháza hanyatlásnak indult. A II. Világháború nagy károkat okozott benne, mai szépségét a 2009 és 14 közötti felújításnak köszönheti. A kastély dísztermének megtervezése egységes koncepció alapján történt, melynek középpontjában a mennyezeten látható, közel 100 négyzetméteres freskó áll, József Ignác Mildorfer alkotása. A terem négy sarkában az évszakokat megszemélyesítő szobrok, József Rösler alkotásai. A mennyezeti freskó érdekessége, hogy a négy fehér ló bármely oldalról nézve szembefut a szemlélővel. A zöld szalon bútorzata 16. Lajos stílusban, de a 19. században készült. Az ajtó a szoba sarkán a Cselét folyosóra vezet. A következő teremben Magyarországon egyedülálló, több mint 250 éves eredeti kínai lakkozott fatáblák láthatók a kastély kínai lakkabinettjének falain. A keleti művészet, a kínai porcelán vagy éppen a kínai lakásművészet világa nem csak felkeltette a 18. századi Európa érdeklődését, hanem valósággal lenyűgözte azt. Az akkori kínai divat meghatározó elem volt Magyarországon is. A kínait utánzó formaelemek és díszítés révén Eszterházy Fényes Miklós kastélya reprezentálta legszebben a magyarországi Kína divatot a 18. században. A kastély parkja a barokk kertművészet egyik legszebb alkotása volt.
A francia típusú kertekre jellemző zöld növények díszítették a centrumból sugár irányba szétágazó utakat, végpontjukban kápolna vagy egy-egy kegyszobor állt. A 19. században a mértani formákból építkező parkot a természethez jobban igazodó angol parkká formálták át. Az egykor 360 holdat meghaladó park területe napjainkban a felére csökkent. Fertőttől búcsút véve, utunk következő állomása, Liszt Ferenc szülőfaluja, Riding, az egykori Doborján, ahol a híres zongora virtuóz és zeneszerző 1811. október 22-én megszületett. Egy cigány asszony megjósolta anyjának, hogy híres embernek fog életet adni. Liszt Ferenc vegyes házasságból született. Apja, aki elindította a zenei pályán, magyar volt. Liszt Ádám Eszterházy Miklós herceg szolgálatában állt, az uradalom gazdatisztjeként. Anyja osztrák, Láger Mária Anna, aki egy kremszi pék lánya, ezért fia anyanyelve a német volt. Nem csoda, hogy sokáig nem is tudott magyarul. A családban a zenei tehetség már a nagypapánál is megmutatkozott, de az unokánál Ferencnél csúcsosodott ki. Az egykori szülőház most múzeum, ahol megismerhetjük a gyermek Liszt zenei fejlődésének kibontakozását, mint csodagyerek, tanárait, akik pályafutását segítették, viharos szerelmi életét, mivel fiatalon zabolátlanul élt, a nők bálványa volt, és végül megtérését a valláshoz, hisz életének utolsó éveit apátként élte, és a nyilvánosság előtt mindig reverendában járt. Bayreuthban hunyt el 1886. július 31-én, 75 éves korában. A múzeum megtekintése után rövid sétát teszünk a községben. Következő látnivalónk a Kaboldi kastély. A várkapu fölött az Eszterházyak védőszentje, a Madonna fogad. A Barbakánon áthaladva, az egykori vizes árkon átívelő hídon, ami az egykori felvonóhíd helyén épült, jutunk el a kastély főbejáratához, és onnan a reneszánsz belső udvarra. Az udvar közepén áll a hatszögletű kút a Kéri család címerével. Az udvaron nyaranta színházi előadásokat szoktak rendezni. A helység első írásos említése 1222-ből való,
amikor II. András király az itt álló első vízivárat Póza grófnak ajándékozta, aki a várból később erődöt épített. Sok viszontagságos esztendő után a vár 1451-ben harmadik Frigyes tulajdonába került, aki a Weisz-priakkerekre bízta, és ők kezdik el 1528-ban átépíteni a várat reneszánsz kastélyát. A nemzetség kihalását követően viszály támadt az örökösök között, ami végül is a dédunoka Kéri Jánossal kötött házasságával zárult le, aki folytatta a kastély újjáépítését. A kastélyba belépve a jelenlegi tulajdonos édesanyja Márta Boldorf Reisztetter híres építészasszony által rendbehozott dísztermet láthatjuk. A freskó díszítéseket 1970 és 72 között tárták fel és restaurálták. Ebben a teremben manapság rendezvényeket szoktak tartani, például esküvőket, fogadásokat. Folytatva a kastély történetét, Kéri János fia Ferenc jóban volt a Veselényi féle összeesküvésben résztvevő urakkal. Ezért Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc 1670-ben Bécs felé vezető útjuk során itt szálltak meg, de a vár ura elárulta őket első Lipót császárnak, aki másnap elfogadta, és a bécsújhelyi börtönbe vetette, majd később kivégeztette őket. 1683-ban a török minden nehézség nélkül elfoglalta a kastélyt, ami teljesen elpusztult. Kéri Ferenc apja halála után eladósodott, és 1704-ben kénytelen volt eladni a kastélyt sógorának, Eszterházy Pál hercegnek, aki nem tulajdonított különösebb érdeklődést a kastély iránt, ezért az mindinkább pusztulásnak indult. 1963-ban a kastély már rendkívül elhanyagolt állapotban volt, úgyhogy felmerült a lebontása is. Ekkor vásárolta meg a Boldorf Reisztetter család, aki nagy anyagi áldozatok árán megmentette a kastélyt, és a mai napig is lányának, dr. Schleinitz Anna tulajdonában van. A zeneterem koncerteknek ad otthont. A lovagi udvar északi részében van a 17. században átépített kastélykápolna. Érdekes, a jobb oldalon még látható az egykori gótikus bejárat maradványa, de ma már a reneszánsz kapun lépünk be a kápolnába. A főoltár Szűz Máriát ábrázolja, felette az Eszterházy címer. A kápolnát a mai napig is használják, miséket és esküvőket tartanak benne. Kaboldot elhagyva, egy fotostop erejéig megállunk az Eszterházyak másik kastélyánál, La Compagban. A bejárat fölött látjuk a kettős címert, az Eszterházyak griffmadaras és a dersfiek liliomos jelképét. A kastély Eszterházy Miklósnak dersfi orsolyával kötött házassága révén került az Eszterházyak birtokába. A baloldali szárnyban rendezték be a Természettudományi Múzeumot, a jobboldali rész magánkézben van. A második napon elhagyjuk a síkvidéket, és kirándulást teszünk Alsó-Ausztria legmagasabb hegyére, a 2076 méter magas Schneebergre. A vonat Puchbergből a kellemes klímájú, 577 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő üdülőhelyről indul.
mai modern vasút elődjét 1897-ben adták át. Az akkori gőzmozdony érdekessége volt, hogy nem húzta, hanem tolta a fogaskerekű kocsijait. A híres Schneebergi vasút, vagy ahogy másképpen a zöldre és sárgára festett színezéséről, a Szalamandra vonat 1218 méteres szintkülönbséget leküzdve közel 10 km hosszan kapaszkodik fel az 1800 méter magasságban lévő végállomásig. A vonatból kitekintve gyönyörködhetünk a csodás környező hegyekben. A vonatból kiszállva sétát teszünk a hegyen. Az állomástól nem messze van a Genfben 1898. szeptember 10-én meggyilkolt Erzsébet királyné emlékére épített kápolna. 1901-ben adták át, és ez a bécsi egyházmegye legmagasabban lévő temploma. A szecessziós oltárt kettő angyal díszíti, középen Szűz Mária látható. Az ablakok Assisi Szent Ferenc és Szent Erzsébet életéből vett jeleneteket ábrázolnak. Túrázást kedvelő látogatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy egy órás séta keretében felfedezzék a környék szépségeit. Szép időben olykor még a fertőtóig is el lehet látni. És aki vállalkozik rá, megérdemel egy emlékfotót a hegycsúcson.
Schneebergből búcsút véve, utunk Fraknóvára felé folytatjuk. A fraknói vár, németül Forchtenstein, évszázadokon át bevehetetlen magyar végvárnak számított. Olyannyira, hogy az ellenség meg sem próbálta elfoglalni. A vár legrégebbi része az úgynevezett öreg torony, ami a 10.-11. századi gótikus lakótornyokra emlékeztet. A torony felső része a 17. században került rá. A mai várat a 14. század elején a nagymartoni grófok kezdték építeni, majd később gyakran gazdát cserélt. Egy időben még Mátyás kezében is volt, majd a Habsburg házhoz került 1622-ig. Ekkor szerezte meg egy csere révén Eszterházy Miklós gróf. A vár a mai alakját 1687-ben nyerte el. A várárok feletti hídon átkelve a külső udvaron az 1640-ben készült barokk Neptun kút fogad bennünket. A vár bejáratát felülről Szent Margit és Szent Erzsébet, alattuk pedig Szent Albert és Szent Adalbert szobrai díszíti. Középen látjuk az Eszterházy és Nyári család kettős címerét. Eszterházy Miklós második felesége volt Nyári Krisztina. A kapun belépve a belső udvarra érkezünk. Az épületek fölött ismét látjuk az öreg tornyot. Az udvar közepén az 1691-ben felállított, a hercegi címet elnyerő Eszterházy Pál lovasszobra áll, aki költő, író és zeneszerző is volt. Ugyan ebből a korból származnak a közel 1000 négyzetméternyi területen szekkó technikával készült császár és királyi portrék is. A várba belépve ismét Madonna szobor fogad bennünket. Az Eszterházyak nagyon tisztelték a Madonnát. Minden évben elzarándokoltak Mária cellbe. Az első terem az oratórium. Itt gyűltek össze a nemesek misére. A terem közepén áll a késő gótikus szárnyas oltár, ami a Pottendorfi kastélyból került ide. A barokk kápolnát eredeti szépségében csodálhatjuk meg a 2000-ben történt felújítás eredményeképpen. 1635-ben az angyali üdvözletre szentelték fel. Erről szól az oltárkép is. A kápolna ma is működik. A következő terem a török és a 30 éves háborúról szól. Az Eszterházyak mindkettőben részt vettek. Itt láthatunk egy csatazászlót az Eszterházy címerrel, nekik volt a legnagyobb katonaságuk, mivel ők voltak a leggazdagabbak, és a nemesség kötelez. A falakon pedig rengeteg előtöltős puska, huszárpisztoly és meg annyi csontos karabély látható. Itt látható még a zászlógyűjtemény legértékesebbje, a koronázási zászló, amit Eszterházy Miklós nádor tartott a kezében, amikor 1622-ben II. Ferdinándot Pozsonyban magyar királlyá koronázták. A következő teremben látjuk Mária Terézia idejéből a 24-es huszár ezred tisztjeit és magát Eszterházy Pál Antal herceget, aki ennek a huszár ezrednek nem csak tulajdonosa, de kapitánya is volt.
A következő teremben található a máig legnagyobb eredeti huszárgyűjtemény a 19. század elejéről. Tarsolyok, lószerszámok, patkolótáskák és disznóláb. Ez volt a pisztolytáska régies neve. Innen ered az itt a kezem nem disznóláb huszárköszöntés. Az utolsó teremben láthatunk egy eredeti echos szekeret, és megemlítendő a nagybecsben tartott habán kerámia is. A következő terem a konyha. A barokk várkonyhára jellemző középen a nyílt tűzhely, ahol nyáron forgatták a vadat, szarvast vagy vaddisznót. Megmaradt még az eredeti lábas edény, ami valóban vaslábakon áll, hogy tüzet rakhassanak alája. És végül az 1741-ből származó Eszterházi fegyvertár, ami a világon a legnagyobb történelmi és magánfegyvergyűjtemény. A várudvar érdekessége a 142 méter mély kút. Most 6 másodperc, amíg leér a víz. Na most az akusztikája sem rossz. Lehet hallani a vízhangot, ami ugye visszajön. Akár csak az ágyudörgés. Fraknótól búcsút véve visszatérünk szülőföldünkre, és a hűség városával, Sopronnal ismerkedünk. Ezt a címet a város azzal érdemelte ki, hogy bár a trianoni békeszerződés Ausztriához csatolta, az 1921. december 14-én tartott népszavazás során a soproni polgárok mégis Magyarország mellett tették le a voksukat. Sétánkat az egykori városkapu helyén nyíló utcában kezdjük. Első látnivalónk a Cézárház, ami több 15. századi házból épült. 1681-ben itt ülésezett az országgyűlés, és itt választották nádorrá Eszterházy Pált. Az Orsolya tér a 13. század elején piac, később sópiac volt, majd a jobb oldali lábasház földszintjére mészárszékek kerültek. Ma a Soproni Múzeum van benne. A tér a mai nevét az Orsolyita templom és zárda után kapta. A tér közepén áll a Zopp stílusú Mária kút. A mai templomot a 19. században neogót stílusban építették. Sétánkat az Új utcán folytatjuk, ami azért érdekes, mert a város legrégebbi utcája, ami a várostoronyhoz vezet. A középkorban Zsidó utcának hívták, mert a betelepedett zsidó családok kezdetben csak ebben az utcában laktak. Még ma is áll az Ózsinagóga, ami az 1300-as években épült. Az utca végén emelkedik a várostorony, vagy tűztorony, a város jelképe. Sopron római neve Scarbancia volt. Mai nevét Soprun nevű várkapitányról kapta. Az óváros mai arculata túlnyomó részt barokk. A város főteréről szép rálátás nyílik a tűztoronyra. Alsó része középkori, a 13. századból származik. A középső része reneszánsz, és a tornyot egy barokk kupola zárja le. A
A főtéren áll a barokk 18. századi Szent Háromság szobor. Késmárki Tököli Éva és harmadik férje Löwenburg Jakab fogadalmi ajándéka volt az 1695 és 1701-es pestis járványoktól való megmenekülésük emlékére. Az oszlop mögött láthatjuk a híres kecske templomot. A legenda szerint egy kecske túrta ki a földből azt a kincset, amiből felépült a templom. De valószínűbb, hogy a ferences szerzetesek számára templomot építő Geisel család címerállata volt a kecske. Az utóbbi évek régészeti feltárásainak eredményeképpen láthatóvá váltak a régi római emlékek, a régi Borostyánkő út és a várost átszelő Aquincum és az ausztriai Carnuntum között vezető egykori hadi út. A régi római falmaradványokra épült a középkori 13.-14. századi városfal. A mai város már a városfalakon kívül alakult ki. Kirándulásunk harmadik napján az időjárás ismét a kedvünkben járt, mert bár kicsit szeles, de szép napos időben szállunk hajóra Fertőrákoson, hogy egy kellemes vízi utazás során megismerjük a Fertőtavat, élővilágát és nevezetességeit. A Fertőtó 320 négyzetkilométer kiterjedésű, amiből csak 75 négyzetkilométer tartozik Magyarországhoz, a többi Ausztriáé. A határt a vízben cölöpök jelzik. Érdekessége, hogy nem édesvízű, hanem sóstó. Az egész vízfelület körülbelül fele náddal borított. Átlag mélysége 1,5 méter. A vízi színpadon minden évben operett vagy musical előadásokat tartanak. A színpad a vízen, a 6200 férőhelyes nézőtér a szárazföldön van. Idén a Victoria operettet játszották, jövőre pedig Cellertől a Madarász kerül színre. Nem sokára meg is érkezünk Ruszdba, a gólyák, a szőlő és a borvárosába. A távolban már jól látni a városka templomait. A baloldali az evangélikus templom, előtte a halász templom és jobbra a katolikus templom. Mi az egykori városkapun, a hajdani disznóvásárokról disznókapunak nevezetten érkezünk a városba. Néhány házon még látni a régi utcaneveket és házszámokat. Ruszt szabad királyi város. Ezt a rangot 1681-ben első Lipót császártól váltotta meg,
amiért 60 ezer aranyat és 500 hordó bort kellett fizetniük. A főtér délnyugati sarkán áll a halásztemplom, a város legrégebbi temploma, ma már csak múzeum. Mögötte van az evangélikus templom. A főtér közepén álló kúton látjuk a város címerét. A három nádszál a tó közelségére utal. A városháza a 16. században épült, de 1703-ban renoválták, akkor kapta a mai barokk küllemét. A Konrád téren látjuk Rust partnervárosainak címereit. Balra a magyar Tokaj, jobbra a német Kulmbach. Városnéző sétánkat egy kellemes borkóstolóval zártuk, ahol részletes ismertetést és ízelítőt kaptunk a környék bortermeléséből. Utunk következő állomása a Hinterbüli tavas barlang, a Zégrotte, ahol a felirat Glück auf, jó szerencsét kíván. Ez ma Európa legnagyobb föld alatti tava 6200 négyzetméter területen. Egykor gipszbánya volt, de egy robbanásnál beszakadt és elöntötte a víz. A bányászat veszélyes üzem. A Szent Barbaráról, a bányászok védőszentjéről elnevezett kápolnában emlékeznek a szerencsétlenül járt bányászokra. A II. Világháború alatt kiszivattyúzták a bányából a vizet, és itt gyártották a németek a Henkel HE-162 típusú vadászgépeiket. A látogatás alatt megismerhetjük a régi bányászati szerszámokat, lámpákat, valamint az itt forgatott muskétások film jeleneteinek néhány kellékét.
kirándulásunk utolsó állomása és egyben méltó befejezése Kismarton, Eisenstadt, ami az Eszterháziak kedvenc tartózkodási helye volt. Ma pedig Burgenland székhelye. A város középpontjában található a kastély, ami Ausztria egyik legszebb barokk kastélya, mely napjainkban múzeumnak, kutatóközpontnak, az Eszterházi család egyedülálló magángyűjteményének, valamint kulturális rendezvényeknek ad otthont. A kastély helyén az első vár a 13. századból származott. A mai kinézetét 1663 és 72 között Eszterházi Pál idején nyerte. A belső udvar festésénél a szürke különböző árnyalatait használták, a gazdag stukkó díszítést Andrea Bertinalli mester készítette. Az épületbe a keleti szárnyon lépünk be. A kastéllyal való ismerkedést a Haydn teremmel kezdjük, ami eredetileg a díszterem volt, de manapság a világ egyik legszebb és legjobb akusztikájú koncertterméként ismerik. Névadója a híres zeneszerző Joseph Haydn, aki közel 40 éven át állt az Eszterházi hercegek szolgálatában, és aki számos művét itt, Kismartonban komponálta, és itt is adta elő. A mennyezeti freskók Aquileius, római költő és filozófus művéből vett jeleneteket ábrázolnak. A terem freskói a 17. századból származnak, és feltehetően egy olasz festő Carpoforo Tencella műhelyéből valók. A kastély látogatás során megismerhetjük az Eszterházi hercegnék pompás takosztályait és életútjukat, és azt, hogyan töltötték be mind politikai, mind reprezentációs és családi szerepeiket. A Vörös Szalon egykor Mária Józefa, született Liechtenstein hercegnő fogadószobája volt. Ebben a teremben három hercegnőt ismerünk meg. Az egyik Mária Józefa Hermenegilde, született Liechtenstein hercegnő, második Eszterházi Miklós felesége és Haydn nagy támogatója. Mária Terézia, született Thurn und Taxis hercegnő, harmadik Eszterházi Pál Antal felesége, aki korának ünnepelt szépségének számított, és Lady Sarah Frederica, született Child Villiers, harmadik Eszterházi Miklós felesége. Thank you.
A kastély 17. századi átépítésekor került sor az új kápolna kialakítására. 1660-ban az esztergomi érsek szentelte fel. Mai barokk kinézetét az 1740-es évek végére nyerte el. A főoltáron Mária látható a kisdeddel. Az átépített kápolnába Eszterházy Pál megrendelésére a bécsi Daniel Bauer orgona készítő műhely orgonája került. A kastélytól indul a Haydn utca, ahol a nagy zeneszerző egykori lakóháza áll, amit 1766-ban vett meg, és több mint 12 évig lakott benne feleségével, Mária Aloisiával. Az utca végén áll a ferences templom, mai formáját a 17. században Eszterházy Miklós gróf idején nyeri el, melynek kriptájában vannak eltemetve az Eszterházy család hercegi ágának tagjai, legutolsóként a 2014-ben elhunyt Eszterházy Melinda hercegné. A templom főoltárának felső részén látjuk Assisi Szent Ferenc stigmatizációját, középen pedig Szent Mihály arkangyal látható. Teszünk még egy sétát a csendes főutcán, rövid időre megállva az utca legszebb épülete, a városháza előtt. Innen lassan visszafelé sétálunk a buszunkhoz, útközben búcsút intve a híres Eszterházy harangos madonnának. Kedves vendégek! Reméljük, hogy az úton résztvevők szép emlékekkel búcsúznak, és a többieknek sikerült felkelteni az érdeklődését, hogy legközelebb ők is részesei legyenek a Zseppelin utazási iroda által szervezett utazásnak. A viszontlátásra!